Íme az ördögök, akiket meg kell büntetnem. Elnézést! És úgy véli, ennyi elég? Igazságot maguknak nem tehetnek. Szenté! Ha húsosabb volna, nyársra húznám. Az a jog csak is engem illet. És senki mást. Ki ez a gyermek? Ő itt D'Artagnan felség. Három párbaj, három órában, három testőrrel. Monsieur Athos ölhet meg elsőnek, Monsieur Porthos másodiknak és Aramis utolsónak. Ön igen csak szemtelen, gyermekem. Az egyetlen erényem. És felséget rendelkezésére bocsátom. A nevem Charles D'Artagnan. Jól ismertem az apját. Mit tehetek a fiáért? Amióta az eszemet tudom, testőr szerettem volna lenni. Csatlakozzon a kadétokhoz, és talán egy nap testőr lehet. Ők heten mi hár. Szerintem négyen vagyunk. Ha szépen megkérnélek, megölnéd? Nevetséges köztünk ez a rivalizálás. Hívja vissza a katonáit, és én is megteszem. Milady, voltak problémák? A föld alatt nyugszanak. Alexandre Dumas mesterműve. Ezt nem engedhetjük meg, hiszen ártatlan. Teljesen új köntösben. Netán háborút indít csak a protestánsok ellen. Anglia ellen. A bíboros meg akarja buktatni a királynőt. Kinek dolgozik, madám? Az ördögnek, feltehetően. A három testőr. D'Artagnan. Azért tartottam fontosnak bejátszani ezt a rövid filmajánlót, mert ebből látszik, hogy 2023-ban Franciaországban készült egy olyan feldolgozás, egy klasszikus történetre, egy nagyon jól ismert regény adaptációjaként, amiből nem nagyon derül ki az ajánlóból, hogy ez nem pont az a történet, mint amit olvashattunk Dumánál. Egyébként meg tökéletesen beleillik abba a Winter is Coming című hangulatba, hogy minden komor, minden sötét, minden barna, itt ősz van folyamatosan, nincsenek színek, nagyon konzekvens az operatőri munka, rengeteg kézikamerázás van benne, nagyon-nagyon a korszakba illik az akciójelenetek felvétele, tehát hogy ez egy ízig-vélig 2023-as film, annak az összes ismérvével, színek nélkül, nyakik koszosan, sokan szeretik és nagyon-nagyon büszkék rá, hogy ezt sikerült ilyen jó földszagúra csinálni. Fogjuk látni, hogy ez ebben az esetben, egy ilyen esetben nem csak arról szól, hogy hogyan viszonyulnak a valósághoz, hanem hogy hogyan viszonyulnak az összes többi testőrfilmhez és feldolgozáshoz, és hát az egy komoly probléma, amit meg kell ugrani minden filmkészítőnek. De mielőtt magára a filmre rátérnék, én azért szeretnék egy dolgot leszögezni. Tehát egy 19. századi nagyregény adaptációja az akkor is sokkal közelebb van a történeti valósághoz, hogyha az alkotók egyáltalán nem akarnak a történeti valósággal foglalkozni, mert a 19. században a regényírók egy olyan igénynek kellett, hogy megfeleljenek, egy olyan historizáló közegben dolgoztak, ahol nem lehetett kiküszöbölni a történelmet és a történeti források használatát, mert ezt a közönség elvárta a szerzőktől. Nagyon régen olvastam utoljára a három testőrt, most az előadás előtt kézbe vettem, és hát be kell valljam, hogy amikor először olvastam, akkor se a bevezetője volt az, ami megragadta a figyelmemet, de most látom, hogy Dumas ezt úgy prezentálta, mint egy 17. századi emlékiratnak az átiratát. Tehát Lafayette gróf Athos emlékiratait látjuk a filmvászlón és a regényben, és tehette mindezt azért, mert ő egy olyan világban élt Franciaországban, ami dugig volt emlékiratokkal, hasonlóképpen fiktív emlékiratokkal, mint Lafayette gróf emlékirata, de ezek történetileg voltak fiktívek, hiszen a korszakban születtek. Ugye rögtön van kettő ilyen fiktív emlékiratunk, az egyik az áldott emlékű Rochefort grófnak az emlékirata, amit 1687-ben jelentettek meg, és bár Charles D'Artagnan
az egy valós történeti szereplő, és lehet tudni, hogy mikor lép be a testőrségbe, mikor milyen szerepet visz, és hogyan hal meg a holland háborúban. De neki is van egy fiktív emlékirata, és ezeket a fiktív emlékiratokat természetesen Dumas használja a saját történetének az elkészítésekor. De azért 17. századi Franciaországban ez úgy néz ki, hogy nem csak fiktív emlékiratok vannak, ott van a Rusfukónak és sok mindenki másnak az emlékirata is. Tehát elképesztően duskálnak a történeti forrásanyagban, és nem is lehet elvonatkoztatni tőle, tehát elvárás, hogy ezzel a történeti forrásanyaggal dolgozzon egy szerző. Na most ebből nagyon sok érdekes dolog adódik. Egyrészt kiderül, hogy Dumas nem talál ki neveket. Tehát Milady de Winter, meg a többiek, azok mind szereplői ezeknek az emlékiratoknak. Valójában az, ahogy ő megalkotja ezt a történetet, az nem tér el lényegesen attól, ahogy megszületik a 80-20-szer története, sok-sok történetből összegyúrva. És hát még egy apróság a színekről és az arcvonásokról, tehát ez az a korszak Nyugat-Európában, ahol az összes szereplőt arcról ismerjük. Tehát nem az van, mint a középkorban, meg Kelet-Európában, vagy Közép-Európában. Itt mindenkit fölismerhetően be lehet azonosítani, tehát tudjuk, hogy nézett ki 13. Lajos, hogy nézett ki Ausztriai Anna a felesége, tudjuk, hogy nézett ki Richelieu bíboros, és tudjuk, hogy nézett ki Buckingham herceg, az angol főminiszter, akik ugye minden egyes ilyen történetnek a szereplői között ott vannak, hiszen beleírta őket Dumas a regényben. És ott van a nagy történeti esemény is, La Rochelle ostroma, a francia vallásháborúknak a vége 1627 ősze és 28 októbere között. Ugye a D'Artagnan történet 1625-ben kezdődik, akkor érkezik meg D'Artagnan Párizsba, és 28 nyarán ér véget ez a sztori nagyjából úgy, hogy meggyilkolják Buckingham herceget, és a város elesik. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a klasszikus megoldás, hogy nagy történeti események háttere előtt fölvonultatott kicsi figuráknak a mindenféle kalandjait láthatjuk, mindenféle különösebb cél nélkül a szórakoztatás kedvéért. De hát mégiscsak az a helyzet, hogy a különösebb cél nélkül is a szórakoztatás kedvéért is megalapított sztori, az úgy van megcsinálva, hogy minden elemét az akkori történeti valóságból emeli át a szerző. Van a testőröknek parancsnoka, Tréville úr, aki Párizsban Tréville-ként írja magát, de valójában Troisville-nek hívják, és a délvidékről származik, tényleg nagyon utálja a bíborost. 1632-ben száműzik az udvarból, mert belekeveredik egy bíboros ellenes összeesküvésbe. Az egyik francia emlékiratban fölbukkan ez az előkelő angol hölgy, Carlyle grófnője, aki azzal dicsekedett, hogy ellopta Buckingham hercegtől azokat a bizonyos gyémántfüggőket, és eljuttatta Richelieu bíborosnak, amit a francia király felesége ajándékozott Buckinghamnek. Tehát még a bonyodalom is egy korabeli pletyka kibontása ebben az esetben. Tehát azt kell mondjam, hogy ha innen nézzük, a három testőr az lehet, hogy nem nagy történeti konfliktusok bemutatására készült, de minden ízében átjárja a történelem, ahogy egy 19. századi regényhez ezt illik. És amit ugye el lehet mondani a magyarországi párhuzamairól is, tehát ahogy Gárdonyi megírja az egri csillagokat, és hány évet dolgozik rajta, hogy ez történetileg egy hiteles háttér előtt jelenjen meg. Mi a baj egy ilyen történetnek az adaptációjával? Az a baj, hogy rengeteg van belőle. Tehát átlagban 10 évente forgatnak egy három testőr filmet, legalábbis mostanában, de én 1948-ig vittem vissza a fonalat, akkor készült az Egyesült Államokban egy nagyszabású feldolgozás, aztán 53-ban Franciaországban, aztán 61-ben újra Franciaországban, aztán a 70-es évek elején volt egy nagy boom, ahol egyszerre több helyen, több országban is csináltak három testőrfilmet, úgyhogy aztán 93-ban a Walt Disney csinált, Amerikában 2001-ben volt egy Felejthető muskétás című film, aztán 2011-ben Faye Dunaway volt Milady, és repülő léghajókat láttunk a filmvásznon. És hát ez volt az, ami megvilágította számomra, hogy mi az a kulturális törés és váltás, ami ebben az egész történetben lezajlik,
ugye az internet nem felejt, és ott vannak a kommentelők, akik fanyalognak, hogy mi a jóisten csodának csinálnak ebből a történetből 10 évente filmet, hiszen hát lerágott csont. Na most, ha valaki veszi a fáradtságot, hogy megnézze ezeket a filmeket, akkor fogja látni, nincs két egyforma film köztük, és a 93-as, meg a 2001-es, meg a 2011-es, az még csak véletlenül sem hasonlít egymásra, ami kisebbik probléma, nagyobbik probléma talán az, hogy Dumas regényére sem. Tehát valójában egy teljesen szabad univerzumba került a sztori, ahol már csak a szereplők nevét tartják meg, mint valami húzó, a közönséget bevonzó lehetőséget. És ez azért van az én meggyőződésem szerint, mert hogy ez a történet kikerült a Gutenberg univerzumból. Tehát ez már nem a regény adaptációnak az időszaka. Fölnőtt egy olyan generáció, aki már nem olvas, a filmkészítők sem feltétlenül olvasnak, ellenben filmeket néznek. És mindaz a háttérinformáció, ami a fejükben van, hogy hogyan kell egy új filmet megcsinálni, az nem az... Nem hogy a történeti forrásokra, de már a regényre sem megy vissza egy ilyen esetben, ellenben általuk látott filmekre, filmsorozatokra és mindenféle egyébre csatolódik vissza. Ugye a hadik film kapcsán egy kedves, kiváló tudós ismerősünk mondta, hogy mennyire jó, hogy ez a film nem a hollywoodi patentekből építkezik, és akkor kicsit elcsodálkoztam, mert valószínűleg ő elég kevés hollywoodi háborús filmet nézett. Ahogy a hadik elkezdődik, az lehetne bármelyik második világháborús vagy vietnámi amerikai háborús filmnek a kezdete valójában, és mint szakértő kollégától megtudtam, így is volt, lövészárok is volt benne az eredeti elképzelés szerint. Lázár Balázséknak a javára legyen mondva, kigyomlálták, mint teljesen tájidegen növényt ebben a történetben, de hogy ez a helyzet, tehát hogy valójában az a kulturális kódrendszer, ami alapján most új filmek készülnek, az már nem a 19. századi nagyregény, meg nem a 17. századi történeti forrás, hanem a saját korunknak a tévésorozatai, meg mozifilmjei, vagy a közelmúlt. Ugye már ez is egy egész univerzum, de ez egy másik univerzum, mint a Gutenberg galaxis. Na most azt a filmkészítők is látták, hogy a lehetőségek azok kezdenek kimerülni. Én úgy találtam, hogy 1973-ban az angol Richard Lester készítette az utolsó komolyan vehető három testőr feldolgozást. Nagyon jellemző, hogy gyakorlatilag azzal egy időben Franciaországban is készült egy hasonló volumenű, kétrészes, iszonyatos mennyiségű statisztát és jelmezt és helyszínt felvonultató feldolgozás, ahol a testőrök szolgáinak szemszögéből mutatták be a sztorikat. A testőrök azok tök hülye, nagyszájú kartpárbaj hősök voltak, mindenre alkalmatlanok voltak. Sikerült a történetet úgy átírni, hogy mindent a szolgák intéznek és intéznek el helyettük, mert ők vagy részegek, vagy le vannak ütve, vagy el vannak altatva, tehát mindig ki vannak vonva a forgalomból. Ez azért érdekes, mert ezt az a rendező rendezte 1973-ban, aki háború után 53-ban megcsinálta az előző verziót, egy teljesen komolyan vehető regényadaptációt, az egyik leghűségesebb regényadaptációt, és ez a film, ez nagy siker volt Franciaországban is, amin nagyon meghatódtam, a Szovjetunióban 56 millióan látták ezt a francia filmet. A 31. legnézettebb film volt. Magyarországon is nagy siker volt. Most ehhez képest Richard Lesternek a klasszikusa az Franciaországban megbukott. 126 ezer ember látta a Milady bosszúját a francia mozikban, és nagyjából ott véget is ért a történet, mert ami azóta történt, hát az a merényleteknek a legkülönféle formája. Tehát 1993-ban a forgatókönyvírók a három testőr történetét azt egy latin-amerikai banánköztársaságba exportálták, tehát kb. Úgy képzelték el a dolgot. 2001-ben a Muskétás című film az egy kínai harcművész koordinátor köré szerveződött, és az egy wuxia lett, tehát úgy vívnak benne, mint egy kínai harcművész filmben. A 2011-es meg szerintem elég sokan látták, abban vannak a Leonardo da Vinci művei alapján készített repülőhajók és lángszórók és egyebek. Szóval, hogy itt már semminek semmi köze ehhez. Most ehhez képest
2023-ban készült egy nagy költségvetésű kétrészes film, teljesen klasszikus módon. 3 millió ember látta Franciaországban, tehát a franciák szeretik. Magyarországon nem is hallottak róla az ismerőseim, a statisztikák szerint 22 000 ember látta ezt a filmet. Egy francia filmnek ma nincs esélye bekerülni a nagy mozi forgalmazó hálózatoknak a repertoáriába. Ennek a bemutatóját láttatok, és tulajdonképpen ez volt az érdekes számomra, hogy mit lehet kezdeni egy ilyen helyzettel. Tehát egy filmkészítő, akinek ez a feladata, hogy valamilyen oknál fogva csináljon erről filmet, az mit tud tenni egy ilyen alapanyaggal, aminek számtalan feldolgozása van. Ők két dolgot tettek vele, egyrészt hát a korszellemhez igazították a külcsínyt, meg az operatőri munkát, másrészt meg nyilván egy leegyszerűsített formában, de megtartották a Dumas-féle regénynek a történetvezetését, és nem átírták, hanem hozzáírtak. Ez számomra egy teljesen meglepő gondolatkísérlet volt, mert hogy ez az az eset, amikor a adaptációban több a történelem, mint az eredetiben. Megint csak a korszellemnek köszönhetően az eredetinek ez a gáláns, a testi szerelemre eléggé erősen koncentráló franciás bája, ez így a 21. század végén úgy tűnik, hogy Franciaországban is múlóban van, nem teszik ki már ezt az ablakba. Ugye van egy biztos lakmuszpapír, hogy hol tartanak az erkölcsi állapotok abban az országban, ahol a filmfeldolgozás készül. D'Artagnan szerelme a szépséges Bonancieux-né az né, vagy nem né? Mert ha házasasszony, akkor ugye házasságtörést követel D'Artagnannal, és meglepő módon ez egy olyan kényes pontja a feldolgozásoknak, hogy a feldolgozások jelentős részéből ez kimarad. Tehát az, hogy az Egyesült Államokban kimarad, az 1948-ban nem vagyunk meglepve, 53-ban Franciaországban is kimarad, Bonancieux úr ott a hölgynek a nagybátyja, és nem a férje. A korkülönbség stimmel. Ugye a 70-es években dúl a szexuális forradalom, tehát ott ezzel nincs gond. A mostani francia feldolgozásban ez nem fér bele, Bonancieux kisasszony az fiatal, üde és egyedül van, és nincs férje a történetben. És szerelmük is teljesen plátói D'Artagnannal, tehát azok a jóízű jelenetek, amik 73-ban még humorforrásként szolgáltak a Lester filmben, hogy és D'Artagnan hány ágyat tör össze különböző hölgyekkel, az itt most már nem merül föl. Mi az, ami ennek a helyére kerül, a magánéleti szálnak a helyére kerül? Egy nagyon figyelemre méltó politikai trillert csinálnak belőle. Részben úgy, hogy felhasználnak mindenféle filmes zsánerből fordulatokat. Tehát megint csak ott tartunk, hogy amit a forgatókönyvíró ismer a tévéből és a moziból. Nem akarom lelőni a poént, mert hát ha ezek után kedve lesz valakinek megnézni a filmet. Csak arra szeretném fölhívni a figyelmet, hogy nem csökken a történelmi szereplőknek a száma, hanem nő az eredeti történethez képest, mert megjelenik benne Gaston Orleáni herceg, 13. Lajos öccse, és Chalais grófja, aki 13. Lajos ruhatárának őre volt, és a király egyik kegyence, és nekik mindenféle érdekes szerepük lesz ebben a történetben, ugyanis pontosan úgy jártak el a forgatókönyvírók, ahogy annak idején a 80-20-ár forgatókönyvírója járt el, több történetet sűrített össze, egy olyan történetbe csöppenünk bele, ami egyébként pont akkor zajlik a francia udvarban, amikor a Dumas-féle három testőrnek a története zajlik 1625 és 28 között. És hogy mi ennek az egésznek az aktualitása? Mert azért azt is tegyük hozzá, hogy ez a film ez nem csak szórakoztatni akar, ennek azért most, a jelen időben Franciaországban van egy nagyon komoly üzenete. Ezt is eltartott egy darabig, amíg megértettem, hogy hogyan lesz azt gondolom, hogy erősen katolikus szemléletű Dumas regény egyik hőse, Athos, ugye, Lafer gróf, protestáns ebben a sztoriban, akinek a testvére az a protestáns lázadók egyik vezére La Rochelle-ben. Tehát, hogy a család megosztott, és hát nem pont ugyanott állnak a hatalmi harcokban. Szóval az a valós történeti háttér, ami elé Dumas fölpakolta a maga gáláns történetét, a
kalandokkal, vívással, minden egyébbel, vallásháborúk által megosztott Franciaország, az a Dumas regényben nem nagyon erős, de ebben a filmben igen. Tehát ugye amikor a bíboros kimondja, kevés szövege van is előnek, itt nem ő a fő mahinátor, amikor a bíboros kimondja, hogy a királynak nincsenek barátai, csak alattvalói és ellenségei, akkor ugye kimondja az abszolutizmusnak a tézis mondatát. Nagyon tömören és velősen bele a franciáknak az arcába, és hát azt is megmutatják ebben a filmben kicsit eltúzott formában, kicsit modernizált formában, hogy tehát gondolhatunk mi bármit a vallási fanatikusokról, de a vallási fanatikusok tartozzanak bármelyik valláshoz, tulajdonképpen ugyanazt az űrzavart szítják, ami az ország békéjét veszélyezteti, az emberek békéjét veszélyezteti, és hát nehéz nem arra gondolni, ami egyébként Franciaországban hétköznapi valóság és az elmúlt években folyamatosan zajlik az utcákon, a tereken, a rendőrséggel való összecsapásban, a merényletekben, mecsetek ellen, zsinagógák ellen, hogy ez a három testőr, ami most elkészült, ez rettentő nagy aktualitással bír ilyen szempontból a jelenlegi francia viszonyokra. Tehát ez a romantikus történet, ez talán mégsem véletlenül született pont most, és nem véletlen, a sokféle Dumas regény közül nem véletlen, hogy egy olyat választottak a készítők, ami a megosztott vallásháborúktól szenvedő Franciaországban játszódik. És hát azt gondolom, hogy ez egyben tanúság is az én számomra a filmkészítés kapcsán. Nagyon sok minden elhangzott a mai nap folyamán a különböző előadásokban, hogy nem csak úgy lehet modernizálni egy történetet, hogy sútba dobjuk a történelmet és a történelem tanúságait, hanem úgy is, hogy visszanyúlunk hozzá. Köszönöm szépen a figyelmüket!